Enyhíti és Szentestére felfüggesztette a kormány a kijárási tilalmat. Vegyél helyit, már 2000 fölött van a regisztrált termelők száma. Ünnepi elhízás a dietetikus szerint egyszerű lépésekkel őrizhető meg az egészség. A Telepaks híradóját látják? Köszöntöm Önöket! Ünnepi enyhítés december 24-én estétől, december 25-én reggelig felfüggesztik a kijárási tilalmat Magyarországon, hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. A magárendezvények tekintetében a 10 fős korlátozás megmarad, de 14 évesnél fiatalabbak nem számítanak bele a létszámba. A novemberben kezdődő kijárási tilalom alól egynapos felmentés lép életbe Szenteste. A kormány döntése értelmében december 24-én estétől december 25-én reggelig él az ünnepi enyhítés. A magánrendezvények tekintetében a 10 fős korlátozás megmarad, de 14 évesnél fiatalabbak nem számítanak bele a létszámba. Fontolják meg, meglátogatják-e idős vagy veszélyeztetett rokonaikat, mert bár a Szentestét respektálják, de ez nem jelent lazítást, csak egy lehetőséget, amivel úgy kell élni, hogy a biztonságot megtartsuk, mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Az országos kórházi főigazgatóság vezetőinek a kinevezési okiratait adta át hétfőn délelőtt a Karmelita kolostorban Orbán Viktor. A rendezvényen a miniszterelnök azt mondta, a koronavírus járvány miatti készültség 2021-ben valószínűleg egész évben fennmarad. Túl a válságon 21 vége előtt nem leszünk. Talán könnyebb szakaszok jönnek majd az első vakcina megérkezése után, a vakcinák tömeges megérkezése után, de mire visszáll minden a normális kerékvágásba, az legalább egy teljes esztendőt elvisz majd. A kormány gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről is rendelkezett, ezt a miniszterelnök december 19-én jelentette be a közösségi oldalán. A járvány idején az emberi életek mellett a családokat és a vállalkozásokat is védenünk kell. Négy döntést hoztak, mondta a kormányfő, a családok és a vállalkozások hitel visszafizetési moratóriumát változatlan formában fél évvel július 1-jéig meghosszabbították. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a járványügyi intézkedések miatt ideiglenesen bezárásra kényszerültek, bértámogatást és járulékkedvezményt adnak. A kis és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-jétől a felére csökkentjük. Ezek a vállalkozások adják a legtöbb munkahelyet, és ők a legsérülékenyebbek a járvány idején. A 25 000 fő alatti települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintjük át. Negyedszer. A gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3%-os kamatozású lakásfelújítási hitellel segítjük. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, ami a felújítás végével vehető igénybe, és automatikusan csökkenti a hitel összegét. Ezeket a döntéseket hoztuk, és jó okkal bízhatunk abban, hogy nem csak honfitársaink tízezreinek életét, de sok százezer munkahelyet is sikerül megmenteni. Adományosztást tart december 22-én délelőtt, 9 órától a Domb utcában található segítők házában az Önzetlenül Segítők Paks Alapítvány. Ezúttal tartós élelmiszer mellett húskészítményt, valamint édességet is osztanak a szervezők a rászorulóknak. Az adományosztás a járványügyi szabályok betartása mellett történik. Több mint 2000-re növekedett a Vegyél helyit csoport a Csengely Dénes Kulturális Központ által indított helyi termelők segítését célzó kezdeményezés. Töretlenül sikeres a közösségi oldalon. Az adventi vásár, mint ismert, elmarad, de a kezdeményezésnek köszönhetően a vásárlók számtalan kézműves és gasztronómiai terméket szerezhetnek be. Zene, sztárok, forralt bor, ünnepi forgatag. Ilyen volt az adventi vásár az elmúlt évben. Idén a Városháza előtti téren az adventi koszorú emlékeztet az ünnepek közelettére, a kirakodó vásár a járványhelyzet miatt elmaradt. A Csengely Kulturális Központ munkatársai ezt igyekeztek pótolni, és az országos Vegyél hazait kezdeményezés mintájára Vegyél helyit néven csoportot hoztak létre a legnagyobb közösségi oldalon a termelők segítésére. Mostanra több mint 2000-es taglétszámúra bővült a csoport 76 árussal.
Mi, akiket meghívtunk, eladókat ebbe a csoportba, azok, akik ugye a vásáron is részt vettek volna, de nagyon sok új taggal bővült a csoport, tehát mi olyan 40 főt ismerünk, az ismerettségi körünkben ennyien vannak, de ez a 76 fő úgy jött össze, hogy többen a környékről is jelentkeztek, sőt Pakson is vannak olyanok, akiket mi még nem ismertünk, tehát nekünk is a munkaszerzési tapasztalatok céljából ez nagyon hasznos információ. Játékokat is szerveztek a csoportban, melynek keretében a tagok meghívhatták ismerőseiket, hogy minél több emberhez eljusson a kezdeményezés híre. Hétről hétre a legtöbbet meghívó csoporttag a termelők által készített ajándékcsomagban részesült. A második játékunk pedig egy fotós játék. Itt arra buzdítjuk a csoport tagjait, hogy küldjék be a csoportban vásárolt termékekről a fotókat, jelöljék meg azt a szolgáltatót, hogy árust, akitől a terméket vásárolták, és a legtöbb lájkot kapó fénykép beküldője szintén ajándékcsomagot kap. Ennek a kihirdetésének az időpontja december 22-e, kedd 12 óra. Az adásvételt az eladók és a vevők online megbeszélés alapján intézték, erre nem volt szüksége a paksi vásárokon évek óta megjelenő kardos kürtös kalácsosnak, hisz egy főutcai udvarban várta vásárlóit. Kürtös kalácsnyám. Szeretem. Kedvencem. Egy ilyen elszaparált udvarba, egy ilyen kis magánakcióba, egy ilyen kis magánterületen felállítottam a kis faházamat, és visszatérve most már harmadik alkalommal, hogy itt vagyunk, így minden héten két napot voltunk, péntek, szombat, és hát így próbáltuk azért úgy kiszolgálni a helyeket, és egy pici adventi hangulatot, feelinget adni ennek a történetnek. Nehéz a jelenlegi helyzetben, de igyekszünk. Örülnek a lehetőségnek, amit a kulturális központ nyújt számukra. Hál' Istennek, ennek az online social médiának köszönhetően elég szépen meg tudtuk reklámozni, és nagyon sokan látták is. Nyilván ugye játszottunk játék keretén belül, azért nagyon sok megosztások történtek, nagyon sok visszatérő vásárlóink vannak, és hát ennek betudhatjuk ugye, hogy Paks azért, paksiak ismernek minket, illetve a termékeinket, és hát így kijöttek hozzánk elég szépen, és igénybe vették a szolgáltatásainkat. Nyilván csak elvitelre értékesítettünk csomagolva, és betartva a higiénia szabályokat. Bíznak benne, hogy jövőre visszatérhetnek az igazi adventi vásárba. A mostani sikerre tekintettel pedig azt tervezi a bátaszéki vállalkozó, hogy rendszeresen évközben is árulja a kürtös kalácsot a paksiaknak. Árvákon segítettek a paksi rendőrök. A hatóság közleménye szerint a pálfai Búzás testvérek, két lány és két fiú, nemrégiben veszítették el édesapjukat, édesanyjuk pedig már évekkel ezelőtt meghalt. A paksi rendőrkapitányság munkatársai megismerték a család történetét, és úgy döntöttek, hogy karácsony alkalmából adományt gyűjtenek az árván maradt testvéreknek. Számos ajándékot, ruhákat, élelmiszereket és más értékeket gyűjtöttek össze, amelyeket december 18-án saját maguk vitték el pálfára, és adták át az árváknak. Nem kell lemondanunk a hagyományos karácsonyi ételekről, akkor sem, ha nem szeretnénk elhízni az ünnepek alatt. A dietetikus szerint pár egyszerű lépéssel nem csak egészségünket őrizhetjük meg, de a plusz kilókat is elkerülhetjük. Az étkezés mellett a testmozgás is nagyon fontos. Karácsonykor roskadozik az ünnepi asztal finomabbnál finomabb ételektől. Nem csoda, ha ilyenkor nehezen mondunk nemet egy-egy zsírosabb vagy cukrosabb falatra. Azonban ebben az időszakban is tehetünk az egészségünk megőrzéséért. Mülleni Takács Viktória dietetikus szerint nagy kihívás, de nem lehetetlen a feladat. Nem az ünnepi ebédre vagy vacsorára kell főként helyezni a hangsúlyt, már aznap reggel kell. Tehát fontos lenne a napi ötszöri étkezés már ünnepek idején is. Nagyon sokan azzal rontják el, hogy ó, én nem eszem reggelit, nem eszem ebédig semmit, hogy hú, vacsorára tele tudja menni a hasamat, minél több belém férjen, na ez a legrosszabb taktika. A dietetikus szerint nem kell lemondani a tradicionális karácsonyi fogásokról, csupán tegyük egészségesebbé azokat. Nagy lépést teszünk az egészségünk és formánk megőrzése érdekében, ha a halászlé mellé teljes kiörlés lisztből készült tésztát vagy kenyeret fogyasztunk, vagy a bőolaj helyett sütőben készítjük el a rántott húst, illetve minden étkezéskor zöldséget is fogyasztunk. A sütemény szintén egy fogas kérdés, mert azért mindenki a családba hoz egy-egy süteményt, amit sütött, és már így jelentős mennyiségű kalóriabomba lesz előttünk az asztalon. Én azt javaslom, hogy
tegyünk egy mércét magunk elé. Mindenki határozza meg, hogy nem órákon keresztül fogom csipegetni a süteményeket, hanem egy-két szeletnél megállok, és többet nem eszem. Egészségesebb, hogyha teljes kiörlésű rizsből és esetleg cukor helyett valami édesítőszerrel készítjük el a süteményeket. A hízás és a túllevés megelőzésére jó taktika a mozgás is. A családi ebéd után jól eshet mindenkinek egy kiadós séta a szabad levegőn, vagy ha igazán sportosak vagyunk, számtalan otthoni vagy szabadtéri edzésforma közül választhatunk. További egészségmegőrző tippeket és recepteket a Fit Élet magazin korábbi adásaiban láthatnak, amelyeket visszanézhetnek a telepaks.net oldalon és a Telepaks YouTube csatornáján. Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a Paksi FC labdarúgó csapata az OTP Bankligában. A zöldfehérek ezúttal az MTK Budapest otthonában kaptak ki 3-1-re. Bognár György alakulata így 16 fordulót követően 21 ponttal a 6. helyről várja a januári folytatást. Az idei labdarúgó bajnokságban egyszer már megküzdött egymással a Paksi FC és az MTK Budapest az OTP Bankligában. A Fehérvári úti stadionban akkor 4-0-ra győzött a zöld-fehér gárda. Ezúttal az új Hidegkuti Nándor stadionban csaptak össze a felek, a 6. az 5. otthonában lépett pályára. A mérkőzésen az első negyed órában még csak ismerkedtek egymással a csapatok, majd a házigazda fokozatosan átvette a játék irányítását. A 23. percben Miovski visszafejett labdáját Prosser lőtte fölé, majd a 41. percben Miovski lépett ki a paksi védők között, hegedűs kapussal ütközött, a zöldfehérek hálóőre pedig az esetnél piros lapot kapott, a helyére Holzer Ádám állt be. Az immár emberhátrányban küzdő PFC 0-0-ra állt a szünetben az MTK-val. A télfélcsere után az 57. percben Miovski tarolta le szélpárt a paksi 16-oson belül, a zöldfehérek játékosa agyrázkódást kapott, mentő vitte el, a vétkes játékos még csak sárga lapot sem kapott. Innentől egyértelműen a hazaiak domináltak a fáradó vendégekkel szemben. A 68. és a 70. percben is Holzer védett nagyokat, majd a 74. minutumban Dimitrov próbálkozásánál már ő is tehetetlen volt. A 79. percben Prosser is bevette a paksi kaput, így 2-0 volt az állás. A 85. minutumban Balog lövése után a labda az MTK kapufáján csattant. A 89. percben egy hazai kontra után tovább nőtt a különbség, Sőn révén már 3-0-át a táblán. A hosszabbításban Bognár György alakulata még szépíteni tudott, Nagy Rihárd volt a gólszerző, így a végeredmény MTK Budapest, Paksi FC 3-1. A zöldfehérek 16 forduló után 21 ponttal a 6. helyről várják a januári folytatást. Azt gondolom, hogy a két csapatnak a stílusa az hasonló, egy magas pressinget játszanak ők is és mi is. Az volt egy picit így a félelmem, ha lehet így fogalmazni, hogy bírjuk erővel, mivel azért most kicsit kevesebb játékos áll rendelkezésre, de átlendültek a srácok az első perctől, és úgy gondolom, hogy a kiállítás után el is dőlt a 3 pont sorsa. A Paksi FC 2020-21-es szezonjának eddigi teljesítményének értékelését keddi Lelátó című sportmagazinunkban láthatják. Hétfőn este túlnyomóan borult lesz az ég, kezdetben párás lesz a levegő, majd fokozatosan kitisztul az idő, csapadék nem valószínű, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Kedden napközben túlnyomóan borult lesz az ég, kicsi a csapadék esélye, a délnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6-10 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!